Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Most egy kicsit rendhagyó videóval jövök, mert a mai videóban nem a zenéről fogok beszélni, hanem a kocsikról. Bemutatom a hétvégi autómat, mégpedig egy Mitsubishi Eclipse 2G. 1997-es kiadás, európai piac, 2 liter szívó, 4G63-as motorral. Nézzük is meg kívülről, hogy is néz ki ez az autó. Bocsi, lehet egy kicsit szeles lesz a videó, mert kicsit fújdogál a szél. Így néz ki a kocsi. Egy 17-es felnit raktam rá, gyárlag 15-össel vettem. Spánszor megázott még, de még viszonylag nem is olyan piszkos. Kicsit beszéljünk is a kocsiról. Az autót másfél éve vásároltam egy fiatal sráctól, akinek az apjáé volt, és sajnos meghalt Covid-ban. Látszik, hogy az autót nagy becsben tartotta. 2002 óta volt a tulajdonában. A korához képest a fényezés gyönyörű. Az autón nem is tervezek, és nincs is semmilyen módosítás, csak minimális apróságokat, amiket vissza lehet alakítani gyári állapotba, ugye a felni, amit mondtam, egy-két matrica, persze, amit bármikor le lehet venni, és nézzünk be is egy kicsit, egy új szőnyeget, ilyen után gyárt a szőnyeget vásároltam hozzá, egy Kenwood fejegységet. Hátulra került egy mély nyomó, azt majd mindjárt megmutatom. És a mostani projekt lesz a közeljövőben. Csináltattam hozzá egy igazi bőr kormányhúzatot. Ezt fogom majd felrakni. Esetleg erről is dobok egy videót. Mert kicsit azért, ha a videó átadja, már látszik, hogy elkopott már a kormány. Ugye azért látszik, hogy a korához képest teljesen jó állapotban meg van vigyázva az autó. 196.883 kilométer van benne. Én valósnak gondolom ezt a kilométert, mert 2002-es gumikkal vettem a kocsit, amikor Szerbiába forgalomba lett hozva, és még igen nagy profil volt a gumin, 5-6 mm, szóval tényleg hétvégi autóként volt használva, úgy gondolom. Hát az autó papíron 4 személyes, de ugye hátul azért elég minimális hely van, nem túl kényelmes. Mondjuk a nyáron szép fényes a nagy hátsó ablakok miatt. Ja, nem mutatom a csomagtartót. Itt van ez a Blaupunkt aktív mélynyomó. Szerintem már érték arányban teljesen tökéletes, mert nagyon jó szó, nem tolakodó, lehet állítani az erősségén, teljesen rendben van. Nézd ki a kocsi így hátsó nézetből. Elkészítettem a szezonra. Egy olajcsere volt most, és a bal első munkahenger az kicsit be volt rohadva. Ezt elújítottuk a munkahengert, és még a betéteket ki kell cserélni, mert az kicsit megégett. És akkor beszéljünk egy kicsit a 2023-as tervekről is, mi a tervem a kocsival. Hát teljesen gyári állapotba próbálom megvigyázni a kocsit. Mint mondtam, nem tervezek módosításokat végezni rajta. Ugye most ezt a kormányhúzatot fogom felvarni, és hát a
legközelebbi autós esemény, amit már nagyon várok, az a Red Sun Fest, tökölöm, ez április 16-án lesz. Aki esetleg még nem hallott róla, ez arról szól, hogy mindenféle japán gyártók kocsiai kiállításra kerülnek. Hát igen, ritka autókat lehet itt találni, Skyline, Supra, stb. Ugye pár Eclipse is szokott lenni. Ilyet sorozatban negyedszer fogok ellátogatni a Red Sun-ra, kiállítóként másodszor. Hát a tavalyi az nem sikerült olyan túl jól, ilyen reptéren van megrendezve, nyitott terepen, hát rohadt nagy szél volt, nem volt élvezhető, párszor végigmentünk, drift is volt közben, azt nézegettük, kicsit megnéztük a kocsikat, és szerintem ilyen két-két és fél órán belül már mentünk is. Hát remélem az idei az jobban fog sikerülni, esetleg új kocsik is lesznek. Akkor a második tervem, a Red Sun előtt kapni fog az autó egy kerámia bevonatot. Persze én nem vagyok profi autókozmetikus, de ilyen hobbi szinten benne vagyok ezekben a dolgokban, és ez fog felkerülni. Tavaly egy viasz réteget kapott, szerintem még most is van valamennyi belőle, mert végesőbe jöttünk, és nem lett olyan túl piszkos a kocsi. De úgy gondolom, hogy most kipróbálom a kerámiát, hogy milyen lesz, mennyire fogja löpelgetni a vizet. Kicsit többet várok, mint a viasztól, jobban is szeretem. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz. Ha érdekel, erről is fogok csinálni egy ilyen gyorsított videót, esetleg tesztet. A 2023-as tervek között van még, hogy több autós találkozóra megpróbálok elmenni. Júliusban lesz egy Szabadkán, pontosabban Palicson, inkább ilyen chillesebb, mint egy tuning show, ilyen kis autós találkozó. Akkor esetleg, hogyha időközben beugrik valami régi autós találkozó, tavaly egy nagyon szuper volt 60-ban, remélem, hogy a közelben ismét lesz hasonló. Topolyán lesz egy tuning show szeptemberben, habár tavaly annyira nem tetszett a szervezés, és kocsik se voltak olyan rendkívüliek, lehet, hogy idén ez ki fog maradni. Pár gyorsulásra tervezünk, szigorúan nézőként elmenni, és esetleg, hogyha időközben még akad a Big Blockék szoktak rendezni ilyen parkolós talikat, vagy hasonlót, esetleg arra még elnézünk, ha lesz a közelben valami jó. És hát ennyi egyenlőre a terv. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte a videót. Remélem, hogy a közeljövőben még több tartalmat fogtok látni az Eclipse-ről. Iratkozzatok fel, esetleg kommentben javaslatokat várok, kérdéseket nyugodtan, ha valakit érdekel valami. És akkor megnézzük a következő videóban, hogy a kormányhúzat hogy sikerült. Sziasztok!